Ebben a videóban, mint egy kis összefoglalásaképpen az eddigieknek, beszélünk a sztoicizmus filozófiájáról, ami egy egységes keretbe szed sok dolgot, amit korábban említettünk. A sztoicizmus, bár egyáltalán nem ismert a mai korban, annak idején a meghatározó nyugati filozófia volt, és a római korban a nemesség és értelmiségnek a szellemi hátterét nyújtotta. Ma ugye sokan a sztoikus nyugalomra gondolunk ezzel a fogalommal kapcsolatban, lényegében egy érzelemmentességre. Pedig a videó végére egyértelmű lesz, hogy a sztoicizmus csak a kártékony, egészségtelen érzelmeknek a kigyomlálását célozza, hogy az ember ne okozzon magának boldogtalanságot. Ráadásul abban a korban, amikor egyre több ember depressziós, vagy teszi tudatalatt rosszabbá az életét, nagyon nagy szükség van egy tartásra a gondolkodásmódunkban, egy keretrendszerre. A mai filozófiáról alkotott elképzeléssel szemben az ősi filozófia arra irányult, hogy jobbá tegye a hétköznapi életet, ahelyett, hogy merőben elméleti kérdéseket fejtegetne, ezért abszolút úgy gondolom, hogy a sztoicizmus nagyon alkalmas egy ilyen keretrendszerként való működésre. Beszéljünk egy kicsit a sztoicizmus történelméről. Elsősorban a legismertebb művelőjéről, akit Marcus Aureliusnak hívtak. És valószínűleg sokaknak ismerős, a Gladiátor című filmben is megjelenítették, a Római Birodalom császára, az akkori idők leghatalmasabb embere volt. A sztoicizmus tanainak a legismertebb összefoglalóját ő írta, ami lényegében a személyes naplója volt, és meditációk néven később kiadták ezeket a bejegyzéseket. Marcus Aurelius nagyon erőteljesen tudta megfogalmazni a gondolatait, és ebben a videóban többet is előidézek ezért, mert nem hiszem, hogy másképpen méltóan vissza lehetne adni ezeket a gondolatokat. Kezdjük az egyik olyan gondolattal, ami szerintem megragadja a sztoicizmus legmélyebb esszenciáját, a lényegét. Képzeld el, hogy ma meghalsz, és az életed története véget ér. És ezért képzeld el a jövődet, mint egy kötetlen lehetőség, hogy a természettel harmóniában élhess. Nézzük, a mai világban rengeteg elvárás van, szabályok, külső kényszer, hogy hogyan kellene élni, és ez sokszor olyan keretek közé szorít, ami egyszerűen nem alkalmas arra, hogy érvényesülni tudj. A sztoicizmus központi gondolata, hogy a magunkkal szembeni és másoktól érkező elvárások rengetegszer megzavarják a nyugalmunkat, ezért úgy kell játszanunk, mint akinek nincs vesztenivalója. Miért? Mert a kudarctól való félelem rosszabb, mint maga a kudarc. Ezért léteztek olyan sztoicista rituálék, mint amikor időszakosan szegény emberként éltek. Az utcán aludtak, és a legolcsóbb ruhákban járva a legolcsóbb ételeket ették, hogy aztán feltegyék maguknak a kérdést, hogy ez az, amitől tartottam? Mire szolgál ez? Ugye vannak a valóságtól eltorzult hiedelmeink, amik fölösleges aggódást okoznak. Viszont ha szembesülünk a létező legrosszabbal, ugye mindenki attól tart, hogy utcára kerül, csak a legolcsóbb ételt engedheti meg magának, hogyha ezzel szembesülünk, akkor rá lehet döbbenni, hogy ez is egy élhető helyzet. Az aggódás maga rosszabb, mint a katasztrófa. Tehát a sztoicizmus lényege, hogy megszabaduljunk az ilyen állapotoktól, és felismerjük minden egyes nap értékét, az óriási potenciált, ami rejtőzik minden egyes órában, amit teremtésre használhatunk fel. Az emberek annyira félnek, hogy az egóvédelmi mechanizmusokkal elbújnak a kudarc elől. És ezzel sokkal rosszabb sorsot vonnak magukra, mintha küzdenének a fejlődésért, és időnként megbotlanának. Segít ez még közelebb jutni a helyes hozzáálláshoz? Őszintén remélem, hogy igen. Amikor jól állnak a dolgok, szintén érdemes felkészülni. Ez a hedonikus adaptációnak nevezett jelenség miatt van. Az emberek gyakran azért boldogtalanok, mert kielégíthetetlenek. Keményen dolgoznak valamiért, csak hogy idővel elvesztik a vágy tárgya felé az érdeklődésüket, általában akkor, amikor azt megszerzik. Mi is sokszor megszerzünk valamit, de utána adottnak vesszük. Nem értékeljük megfelelően, legyen az egy barát, partner, vagy akár valamilyen ingóság, amiért sokáig dolgoztunk. Jól példázza ezt a lottónyertesek esete. Rövid ideig tartó extázis után ugyanis a lottónyertesek pontosan ugyanolyan boldogok lesznek, mint korábban. A Ferrarit és a lakosztályokat is adottnak veszik idővel, ugyanúgy, mint korábban a kisautójukat és a lakásukat. Ez mindannyiunkkal megtörténik. Csak akkor értékelünk valamit, ha már elveszítettük, vagy hogyha veszélybe kerül. Ennek a megoldására használtak a sztoicisták az úgynevezett negatív vizualizációt. Azáltal társítani nagyobb megbecsülést a tulajdonuknak, vagy társaiknak, hogy elképzelik, hogy elvesztik őket.
Ez elsőre talán önsanyargatásnak tűnhet, hiszen miért idézne fel valaki tudatosan egy rossz érzést teljesen ok nélkül? Viszont hosszú távon így több boldogságot okoznak ezek a dolgok, mert nem tartasz annyira az elvesztésüktől, és jobban megbecsülöd őket. Neked mik azok a dolgok, amik értékesek, de talán nem becsülöd meg eléggé őket? Képzeld el egy pillanatra, hogy elveszted őket. Idézd fel az érzést, amit okozna, és utána annál boldogabb leszel, hogy rendelkezel ezekkel. Ez egy fontos szemléletváltás. Nem csak azt nézni, hogy mink van, hanem hogy mekkora megbecsülést kap az az életünkben. A stresszel és kudarcokkal kapcsolatban beszéltünk már arról, hogy mennyire fontos, hogy más szempontból tudjunk nézni a nehézségekre. És több más forrás mellett ez a sztoicizmusban is megjelenik. Marcus Aurelius azt írta a naplójában: a cselekvéseinket talán gátolhatják, de semmi nem akadályozhatja a szándékunkat, mert képesek vagyunk alkalmazkodni és helyezkedni. Az elménk képes alkalmazkodni és átalakítani az akadályt a saját céljai elérésére. És végül így összegezte a mondandóját: a cselekvés akadályozása elősegíti a cselekvést, ami az útban állt, végül magává, az úttá válik. Ebben minden benne van, amiről korábban beszéltünk. Poszttraumatikus növekedés, a megfelelő hozzáállás kialakítása a nehézségekkel szemben. Egy másik kedvenc idézet Aureliustól: tehát álljon itt egy szabály, amire emlékezned kell a jövőben, bármikor, amikor keserűséget éreznél. Nem ez egy szerencsétlenség, hanem ezt méltósággal tűrni jó szerencse. Méltósággal tűrni jó szerencse, annyira szeretem ezt a gondolatot. Ahogy mondják, a fájdalom kötelező, a szenvedés viszont választás kérdése. Az elméd olyan lesz, mint a szokásos gondolataid, mert az elme meg lesz festve a gondolataid színével. Más tehát olyan gondolatmenetekbe, mint például, ahol az élet lehetséges egyáltalán, ott egy jó élet is lehetséges. Emlékezz az ABC modellre. Ha változnak a hiedelmeid, változik az érzelmi állapotod. El tudod képzelni, hogy ezek után méltósággal tudod tűrni a nehéz helyzeteket panaszkodás helyett? Sajnos ugye ez rendkívül jellemző Magyarországon, de ezzel csak erősítik az emberek a negativitásukat. Törjük meg ezt a mintát, legalább magunkban, és vegyük észre, hogy mekkora lehetőség van a nehézségekben. És ezzel elérkeztünk ahhoz, ami a legfontosabb mondani valója a sztoicizmusnak, és amerre az egész videót szerettem volna vezetni. A sors szeretete, amor fati. Ezt a gondolatot páran Epiktetuszhoz, páran Marcus Aureliushoz kötik, de igazán Nietzsche által lett behozva a köztudatba. Ő ezt írta: az én képletem az emberi nagyszerűségre, az amor fati. Amikor valaki semmit nem akar, hogy más legyen, sem a jövőre, sem a múltra nézve, sehol az örökké valóságban. Nem csak egyszerűen eltűri, amit szükséges, még kevésbé rejtegetni próbálja mások elől, hanem kifejezetten szereti azt, ami történik. Újra és újra előjön a gondolat, hogy nagyon erősen a valóságot kell előtérbe helyeznünk. Nem azt, hogy milyennek szeretnénk, hogy legyen a valóság, hanem hogy mi a valóság. Amikor én elkezdtem szeretni minden nehézséget, sokkal inkább izgalommal töltöttek el kockázatos helyzetek is. És a kudarcok is örömet okoztak, mert tudtam, hogy merre haladok, hogy miért vállalom ezeket. Nem egy álomvilágban élek, hanem tudom szeretni a felfelé mászást, az ellenállással szembeni haladást, és hajlandó vagyok megfizetni az árát, hogy ne egy leszedált álomban éljek, hanem annak lássam a világot, ami. És így alakíthatom, hatásom van rá. Amikor nem tompítod el magad olyan gondolatokkal, hogy milyennek kéne lennie az életnek, nem vágyakozol valami hamis kép után, akkor sokkal jobban tudod irányítani a sorsod. Annyi embert látok, aki azt akarja, hogy az élet ne ilyen legyen, hanem könnyebb, másabb, szerencsésebbek akarnak lenni. Nem az élet igazságtalan, csak ők nem ismerik a szabályokat. Van egy mondás, ami az utóbbi időben szintén nagy kedvencem lett: ha a valósággal akarsz vitatkozni, akkor mindig tévedni fogsz. De csak az esetek 100%-ában. Kerüljünk tisztába azzal, hogy mi történik az életünkben, és hogyan tudunk mi dönteni. Mert annyira sok ember adja fel ezt önként, vagy hagyja, hogy a korábban említett módon a gondolatai megfessék az elméjét, csak nem olyan színűre, mint amilyenre ő akarja. És mindezt meg lehet változtatni azzal, hogy valaki megtartja a szükséges szemléletet, ha tisztában van azzal, hogy mi átszódik le a fejében. Én úgy gondolom, hogy a sztoicizmus nagyon jó rálátást nyújt az igazi szabályokra az életben, és bárki nyugodtan rájuk bízhatja magát legalább részben.
Most pedig nézd rá a feladatokra, amelyeket csatoltam ehhez a videóhoz. Ez egy kis összefoglaló egyben a tréningben elhangzottakról, és remélem, hogy ezek alapján sikerül egy sziklaszilárd fejlődési szemléletet kikovácsolni ezekkel az eszközökkel. Ennek a tréningnek ez a zárása, köszönöm szépen, hogy végignézted, és találkozunk a következőben.